Önök a Sikert gazdasági magazinunkat látják. Jó estét kívánok! Ismét előkelő helyen végzett a Financial Times nemzetközi tőkeáramlásokkal és befektetésekkel foglalkozó FDI magazinjának felmérésén Debrecen. Kategóriájában a második helyet érdemelte ki a megyeszékhely. A közép-európai városok közül Debrecen az első, ami a legjobb három közé került kétszer egymás után. 2015 óta több mint 600 milliárd forint működő tőke érkezett a városba, és 6000 új munkahelyet jelentettek be. Debrecenben jelenleg 700 hektáron zajlanak iparfejlesztési munkák, a terület 70%-a már gazdára talált. 2018-ban első helyezést ért el a megyeszékhely a legjobb tőkevonzó befektetési stratégiával rendelkező európai kisvárosok kategóriában, így megkapta a jövő európai városa díjat, a címet két évig viselhette a Financial Times FDI magazinjának jóvoltából. És a mi munkánk nagyon fontos eleme az, hogy Debrecen látható legyen a nemzetközi színtéren is, látható legyen a nemzetközi pénzügyi gazdasági világban is. Azt hiszem, hogy számos pozitív gazdasági döntéssel felhívtuk magunkra az elmúlt években a figyelmet, nyilván ebből a legnagyobb az a BMW debreceni gyárának felépítésére vonatkozó döntés volt, amely keresztbe kasul bejárta a világ sajtót. Pap László kedden bejelentette, hogy a város idén is pályázott a nemzetközi elismerésre, 2012 óta jelenteti meg a befektetési stratégiák mérlegelése alapján a rangsorát a Financial Times FDI magazinja. Olyanra még nem volt példa, hogy egy korábban nyertes város a top 3-ban végzett volna a következő alkalommal is. Ez most Debrecennek sikerült, ennek a következő évekre is jótékony hatása lehet. Örömmel jelenthetem be, hogy 2020-21-ben Debrecen most második helyezett lett ebben a versenyben. Reykjavik előzött meg bennünket, de közép-európai régió városai közül Debrecen érte el újfent a legjobb teljesítményt. A polgármester hozzátette, a rangos nemzetközi díj nem csak Debrecen, hanem a régió elismerése is. Az EDC már nem csak a város, hanem a régió gazdaság fejlesztésének erősítésében is komoly támogatást nyújt. Póser Zoltán ügyvezető fantasztikus sikernek nevezte, hogy a Financial Times befektetésekkel foglalkozó magazinjának döntése alapján 4 éven át ott lehetett Debrecen európai szinten a legjobbak között. Hozzátette, természetesen akkor eredményes igazán a munka, ha a befektetők is Debrecent választják. Az elmúlt években ezt tapasztalhattuk, és amit most is látunk, hogy folyamatos az érdeklődés a város iránt, a régió iránt. A régió városai gyakorlatilag nem versenyeznek, hanem együtt küzdenek azért, hogy ezek a befektetők ide tudjanak jönni. Az elmúlt években Debrecen számos díjat és rangos nemzetközi elismerést kapott, az oktatástól a befektetés ösztönzésen át a teljesítménymenedzsmentig. A Financial Times FDI magazin díját március 10-én adják át a franciaországi Cannes-ban. Ez volt már a Siker, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!